sikeresen tudtam itt csak saját magamért felelősséggel tartozva élni, és tudtam, hogy ez újra egy következő szint, amikor a családommal jövök ki, úgyhogy igazán volt csak én számomra, az én számomra ismert ez a tér. Most tudom, hogy jöntek haza, de... Én soha nem éreztem. Te neked, nem tudom, neked mikor jött az, hogy itt akarsz lakni? Hát talán amikor megszületett a Borsa. Nekem azt érezni, hogy a helyemen vagyok, és mind nekem ez mindig egy átmeneti állapot volt ez a... Mindig is az volt bennem, hogy, nem, hogy én azt szeretném, hogy a... Azt nem szeretném, hogy itt nőjön fel a gyerekem, meg hogy én itt éljem le az életemet, és itt öregedjek meg. Ez teljesen nyilvánvaló volt számomra, és az, hogy miért, az meg egy ilyen tök nehezen meghatározható semmilyen szempontrendszer. Hú, de gyorsan jöttél! Nagyon-nagyon gyorsan. Már azért az én környezetemben is van egy csomó olyan fiatal vagy velem egykorú, aki elment külföldre élni, és én soha nem vágytam erre. Emlékszem, mindenki azt mondta, hogy soha többet nem fogunk hazamenni, meg hogy majd biztos itt maradunk, meg hogy csak mondjuk, hogy visszajövünk. Bennem teljesen nyilvánvaló volt, hogy vissza fogunk költözni. Mióta Jocival vagyunk velünk, szinte csak jó dolgok történnek. Meghoztuk a döntést, és 2 nap múlva mind a kettőnek lett állása. Ha hazaköltözünk szeptember 1-től, az a tervem, hogy visszamegyek dolgozni a volt munkájával, a Kékpont Alapítványhoz. Illetve szeretnék elkezdeni dolgozni a 10-12 éves álmom felé, hogy egy saját kis terápiás praxist képítsek. Szeptember 1-én leszállt a gép, én szeptember 2-án egy meetinggel kezdtem. Ez a rendezvény, ez pontosan mi? Ez a Simpla szervezésében, ez a Kazinczy Living Library. Minden hónapban, most ez egy sorozat, valamilyen témát feldolgoznak. Ez azt jelenti, hogy ember egy könyv. Igen, egy ember egy könyv, katalógusból kiválasztják, és beszélgethetnek vele 20 percet, azt hiszem. Uh-huh. És ez múlt hónapban volt, akkor Budapest utcái volt a címe, és akkor hajléktalanok, közmunkások, meg extrogosok voltak. Jaj, és a mai alkalomnak pedig Magyarországon élő bevándorlók és menekültek a témája, és akkor ezért hívtak meg minket, mint menedékegyesület. És itt van fönt, ahol folynak a beszélgetések. How did you arrive to Hungary? I applied for the universities and I got the applications from the Hungarian universities and I came here. And how do you feel here? What I can say is Hungarian were a bit close to the other cultures. I guess because they don't travel much. If they travel much, they can probably see the world in a different way. I wish there wasn't any border between the countries. I think the big problem is the nations or the people, they don't talk each other. That's why they're scared. Mondjuk az izgalmas nekem, hogy akik most lesznek itt élő könyvek, ugye ők itt élnek, itt élő migránsok. Miért élnek itt? Nem? Ha most nem jövünk haza, akkor valószínűleg nem jövünk haza, mert amúgy meg tényleg sokkal egyszerűbb az élet. Szerintem tök jó, hogyha él valaki külföldön amúgy, mert hogy tényleg hozol haza olyan dolgot, amiket amúgy máshol. Én is éltem meg kint rövidebb időkre, de... Hát szerintem ez tök jó. Tehát ez a, hogy legyen, mindenki menjen el, de utána meg kurvára jöjjön haza, és csinálja itt a dolgát. Kicsit nehéz elvágni ezt a paradicsomot, nekem is az lenne. Lehet, hogy csúszkálni fog. Ugye, vágd ezzel, ez kicsit recse, és ezzel könnyebb, ezzel el tudod vágni. Úgy a vég, úgy, csak szerint, azaz, ügyes vagy. Jó. No, csomó minden változott. Az, hogy a Reni elkezdett sokat dolgozni. Jerkó elkezdett bölcsibe járni. És én szoktatom. Én dolgozok most kevesebbet, Reni dolgozik többet. Tehát lett egy ilyen, ez így megfordult, ahhoz képest, ami előtte volt. És most fogom, amit itthon vagyok, mindig van heti mondjuk 2 nap, amikor egész végig együtt vagyunk. Mondjuk egy hétköznap, vagy hétvégén is, hogyha Reni akkor dolgozik.
Az meg most már van egy ilyen fél éve, és az meg szuper jó. Mivel, hogy ma egyedül vagyok, ezért azt gondoltam, hogy akkor hogy ezzel fogjuk kitölteni ma a műsort, hogy akkor így beszélgetünk a költözésről, a migrációról, beszélhetünk a filmről, meg ilyesmi. A félkor kezdődik? Nem, még egy kicsit még belekok valamit, és még iszok egy kávét gyorsan, és jó lesz. Jó. Az önállóságot és a szabadságot abban a pillanatban tudod felfedezni, amikor hirtelen ott állsz, kezedben egy bőröndel, és akkor éled azt meg, hogy teljesen tök egyedül vagy, és ezt most egyedül kell megcsinálni, és ha nem sikerül, akkor behúzott farokkal kell hazakullogni. Tehát, hogy ebben azért keményen meg lehet recsenni. Az egy dolog, hogy elmész, de ugye ez a vándorlás, ez kétirányú, és hogy mi az, amit tudsz tenni, vagy mi az, amit hazahozol, vagy van egy ilyen felelősséged azon túl, hogy most nem bírtad tovább, vagy nem tudom, hogy akkor egy tapasztalatot gyűjtesz, hazahozod, mert itt van egy ilyen nagyon népszerű panaszkultúra Magyarországon, és hogy ez a fajta ilyen önsajnálat bizonyos társadalmakban nem létezik, de London az különösen ott valószínűleg viszonylag gyorsan elsüllyedsz, ha szofisztikáltan elkezded magyarázni, hogy miért nem lehet a dolgokat csinálni. Sokan elmennek és visszajönnek, és rájönnek, hogy oké, ez tényleg így van, de most hirtelen elmentem máshogy, és fölébredtem, és rájöttem, hogy ez máshogy is van, és nem kell így csinálnunk, akkor talán ez kicsit ezt a státuszkót ki tudja billenteni. Amikor a Janka balragása volt, akkor mentem Hungária körúton, és ez tényleg így a Pest megyei bíróság ilyen elkerített részén belül kurva magasan van az egyik. De még ingáztam aznap, és délután 2 és 3 között festette le valaki. Szóval az már ilyen... Ez, ami ott van nálunk, 2 darab, ez is már egy hete le van amúgy festve. És, ja, tudod, mit mondott a Dárius? Kirették oda melléjük is. Tehát kilép a, mi az, utógondozó? Akik ráadásul már ugye beszélnek magyarul, el tudják olvasni. Mondta, kilép és ezt látja, és amúgy kifele a hév, minden hév megállóban van. Azt mondta, hogy az ősvezérteres hév megálló, ott 5 darab körülbelül. Most megyünk találkozni mamival. Most még nem megy. Először elmegyünk fagyúzni. Utána elmegyünk játszóterezni, utána meg elmegyünk egy ilyen, úgy hívják, hogy flashmob. De ez olyan igazániból, mint egy tüntetés, amin már voltál. Azért hoztuk el a kis bőröndödet is, meg mások már is lesz bőrönd, mert eljátszuk, hogy olyan úgy csinálunk, mint hogyha nem lenne hol laknunk, mint hogyha nekünk is el kellett volna mennünk otthonról, tudod? Amikor én elkezdtem dolgozni a menedéknél, én azokkal a családokkal, gyerekekkel, felnőttekkel, egyedülálló férfiakkal találkoztam, akik már menekül státuszt kaptak, és ez a munkámnak az egyik része, hogy olyan közösségi programokat szervezek, ahol a többségi társadalom találkozhat az itt élő külföldiekkel, és hogy ezeken a találkozásokon keresztül jobban megismerjék egymást. Az egyik érzékenyedjen, a másik meg építsen ki olyan kapcsolatokat, hogy ez tényleg így tudjon sikeresebben integrálódni. Indulj el egy úton, én is egy másikon, hol egymást találjuk, egymáshoz se szóljunk, az ki minket meglát. Azt fogja gondolni, idegenek vagyunk.
ahol összegyűlünk, ketten szeretkezünk. Sziasztok! Ti is a flashmobon vettetek részt? Igen. És innen mentek valahova, vagy... Még várakoztok itt? Mert az az igazság, hogy kicsit fel kéne oszlatnunk a tömeget, mert ez egy nem, a flashmob egy nem bejelentett, nem tartozik a gyülekezési törvény alá, és olyan sokan vannak, és nem akarunk... Aha. Ilyenkor amúgy is szoktak itt ennyi bőröndel a kezünkben. Ha én lennék az EU-ban valami fajta döntéshozó pozícióban, én ezért már a fejére koppintottam volna nyilvánosan a miniszterelnökünknek. Meg mindenki másnak, aki kimeri azt mondani, hogy azért legyenek szellősek a sátrak egy tranzitzónában, hogy ne akarjanak sokáig maradni, meg azért ne adjunk takarót, csak húzatot, hogy ne érezzék olyan jól magukat. Azok az emberek, akik háború elől menekülnek, tehát hogy így egyszerűen el se jut a... Nem tudom, hogy lehet ilyet mondani emberként, nem hogy politikusként nyilvánosság előtt. Amikor azt látod, hogy jönnek emberek, akár újszülöttel, te magad terhes vagy, és tudod, hogy ők ott alszanak a pályaudvaron, akkor azt érzed, hogy Úristen, tehát hogy ez miért történik meg, ezért ki a felelős, és te mit tudsz ezért tenni. De hogy maga ez a helyzet, ez hogyan fog megoldódni, mi lesz ezekkel az emberekkel? Tud-e bármelyik európai ország integrálni ennyi más kultúrájú embert? Az önkéntesek ugye elkezdtek adományokat osztani, ruhát, élelmet, vizet, sátrat, takarót. Mi meg megpróbáltunk tolmácsokkal, anyanyelvi munkatársakkal és szociális munkás párossal felvilágosítani őket, hogy mi történhet velük. Papagoly is van! Olyan! Tényleg! És csak mennyi seprű van ott, meg locsolók, Anna? Biztos, a gyerekek itt szoktak szöprögetni. Hű, ez valami bújtás, ugye lehet. Kevés dolog van, mert van itt csak mások, van itt, mert nincs a homokodomás. Nekem azért megnyugtató, mert egy állami oviban nem tudom, hogy milyen pedagógia szerint dolgoznak a nevelők, itt meg tudom. Ez egy nagyon gyerekközpontú, minden gyereket saját magában néz. Jó, meg mondjuk az is van, hogy lehet meg a gyerek, ami a legtöbb oviban csak nehezen megoldható. Egyáltalán azt, hogy nem adunk, hogy nem eszünk húst, és egy aromos se, és akkor ez eleve kicsit ennek van egy ilyen szorongás. Sos része, hogy akkor képes-e ezzel megbirkózni egy állami óvoda. Szeretnénk, ha nem kapnának pörkölt szaftot a borsó főzelékére. Pár hónappal a Jóránc születése után elkezdtem a legtöbb időt, meg a legtöbb energiát a saját munkámba, illetve a szabad úszásba fektetni, ami az Angliában megszerzett tudás, vagy tudástőkének a felhasználása volt. És mostanra igazándéból ezt tölti ki a legtöbb időmet, ami mindenképp egy révbeérés. Hello, hello! Szevasztok! Itt van eszik, mi, és akkor be tudtok ide próbálni. Aha. Ez jó, nem? Sivánszki. Aha. Bárcsi. Én elmentem. Örök születést adtam. Köszönöm. Születésnapja is van pont. A jó, hogy egy egész házat vett nekem. Így van. Jó. Na gyere, Jerkókám. Gyere, apa fölvesz, hogy aki most. Gyere, megnézzük, milyen reggel. Na gyere. Azt adod a takaródat, hogy gyere. Úgy né.
annyira egy gyakran költöző ember vagyok, hogy másfél-két éve nem mindig elköltözök valahova, úgyhogy ezzel a szellemmel költözünk most ebbe, ahova költözünk is, hogy sose lehet tudni, mert hogy azt hiszem, hogy a legtöbb, amit sikerült egy helyen lakni, az elmúlt mondjuk 10-20 akárhány év, mondjuk 20 évben, az azt hiszem, hogy 3 év volt, amit egy lakásban laktam végig. És az egy ilyen kimagasló, az egy ilyen hosszú periódus, mert hogy inkább ez a 1-2 évek, mert mindig sokat, én valamiért mindig sokat költöztem. Egyrészt mert különböző országokban is, tehát innen, onnan, onnan, amoda, meg a sok utazás, meg házfoglaló is voltam egy pár, mondjuk egy 4 évig, aminek úgy része valamennyire az, hogy az ember egyszer csak így el kell költöznie hirtelen. Lóviba felvették a jelmest, és most jött levél, amiben ez benne lesz. Aha. Ah, oké. Okay. Menni kell beiratkozni. Szia! Na, szünet van? Nagyon tetszik a környék, közel van a Városliget, magasan vagyunk, fényes, látjuk a naplementét, ami egy ilyen nagyon fontos dolog. Így össze is tudom kötni amúgy Londonnal, tehát hogy Londonban ültünk a kanapén, és minden nap láttuk a naplementét, mert ott meg egy hegy tetején voltunk, és nem volt előttünk semmi. És itt ugyanezt a naplementét látom. Pik, pik, pik. Megmossuk arcodat. Hogy? Igen. Betűlhetem a derekadat, uram? Amikor Londonban költöztünk, engem ott csapott meg annak a szele, hogy amúgy lehet másképp is élni. És hogy én akkor azt gondoltam, hogy oké, így kell élni itthon is, és majd akkor én ezt így fogom csinálni, és én kedves leszek mindenkivel. Igyekszem még nyitottabb lenni, mint amilyen nyitottnak gondolom magamat, tehát hogy egy tudatosság lesz abban, hogy ez valahogy itthon is legyen. Kis hörcsök, hörcsök, nem, ne szaladjál! Várj, ez a hörcsök is meg akarsz szokni. Vigyázz oda! Hogy elfogadás van bennem azzal kapcsolatban, hogy én az életem. Egyrészt van egy szabadság, hogy meghozhatom azt a döntést, hogy hol éljek. Ez egy hatalmas nagy szabadság, és ezzel a szabadsággal élek. És hozok döntéseket azzal kapcsolatban, hogy most itthon vagyunk, vagy itthon vagyok, és hogy mi itthon vagyunk, és így döntünk, meg azzal, hogy épp el akarunk menni valahova. És lehet, hogy még el fogunk menni, mert megvan ez a szabadságunk megvan, de ezért a hazajövéssel éltem meg annyira egy óriási nagy döntésnek, hanem inkább ennek a jog gyakorlásának, hogy változtathatom azt, hogy hol élek. Tehát ezt a jogomat gyakoroltam, mert hogy közben nem záródtak be ezek az ajtók előttünk, és mehetünk és életünk máshol, hogyha úgy hozza a szükség, vagy a kedv annak. És mondom ezt úgy, hogy most a kedv azt hozza, hogy itthon éljünk. Igen, köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.